Ah, hallo. Wieso? Echt gespannt. Und jetzt hier auch. Ja, ist doch gut. Sie auch. Kávézunk? Szülő-nevelővel volt egy ilyen gyors ebéd, utána kávézgatás, és hamarosan megmutatom nektek, hogy mi érkezett nekem a postán. De előbb van egy ügyfél találkozom, és most oda sietek. Előre nem látott okok miatt el kell toljuk ezt a találkozót egy negyed óra, fél órával. Most viszont akkor hazamegyek a lányokért és leviszem őket a Marospart, hogy ő tudjon neki kicsit pancsolni. Ajtó, be van csukva? Be. Indulásom, Marospart. Riviera. Later. Túl vagyok most már az ügyfél találkozón, most lejöttem vissza a Marospartra, a stúdióba egyrészt, másrészt a lányokat is közben lehoztam, ők már szerintem bancsikáznak vagy napoznak a Marosnak a partján. Éppen gyalogolok én is most a strand fele, el kell kérjem Évitől a nyaralónak a kulcsát. Most ide. Szia, kis vagyola! Itt a Bícs herceg. Mit csinál? Strandolunk? Csókolom! Strandolunk? Ha rajta van, hello. Hogy ilyen perce. Na. Most tűri. Szofika. Szia. Szofi, integes már nézőknek. Pápá. Hello, sziasztok! Sziasztok! Nagyon cukor vagy. Szóval, az egyik nézőtől kaptam egy csomagot, illetve nem én kaptam, itt a csomag, igaz, hogy az én címemre küldted, de nem az én csomagom, ezért ki se bontottam, tehát hozzá nem nyúltam. Attila, hogyha nézed, akkor nem nyúltam hozzá, nem az én csomagom, ez Gabi kapta, illetve Gabinak szól a csomag. Még egyelőre várom Gabit, hogy átadjam neki, és majd itt közösen kibontjuk. Remélem, hogy valami olyasmi van benne, ami publikálható, és nem személyes dolog. Nagyon remélem. Nagyon remélem, hogy nem kell kipixelezzem. És itt szeretném megemlíteni, hogy a videó leírásban, hogyha szeretnél küldeni csomagot, vagy levelet, vagy mit tudom én, valamit, akkor megtalálod a címemet, nyugodtan küldhetsz postán nekem akármit. A másik dolog ugye vár, amiért Szegeden voltam tegnap, az egy valami. Mégpedig ez a dobozka. De lássuk, mit rejt ez a dobozka. Erre az eszközre, erre a dologra, ennek a doboznak a tartalmára olyan sokat kellett várni, hogy gyerekek, én azt éreztem, hogy eltelt vagy 1000 év. De nem, végre itt van a kezemben, megérkezett. Olyan régóta vágytam már egy ilyenre, és most itt van. Kibontsam? Kibontsam most, vagy kibontsam a vlognak a végén? Na jó, kibontom most, nem húzlak tovább benneteket. Felkészültetek? Tada, tada. Itt van! Itt van! Nézzétek már! Hát annyira kellett nekem már egy ilyen nyeles kis, jön a betörő, fejbe vágni, vagy valami hasonló. Hú, végre megjött. Még a színe, a nyele egybe van. Hú, oda van hegesztve. Nagyon tuti, nagyon pöpec, igazi jó. Zománcos, nagyon hibátlan, tényleg nagyon jó. Hú. Na jó, ugye nem vettétek ezt komolyan. Nem edényt rendeltem, hanem teljesen mást, mégpedig ezt itt. Így van, jól látjátok, itt van az én kis drónocskám. Ezentúl drónos felvételeket is fogtok látni. Először nyilván még meg kell tanulnom használni, hiába néztem meg az összes YouTube videót a Mavic Pro-ról. Azért egy ilyet irányítani nem olyan egyszerű feladat, mint ahogy azt elsőnek gondolná az ember, de nem is lehetetlen, mert meg lehet szokni, meg lehet tanulni, mint mindent, gyakorlás kérdés az egész. Épp ma regisztráltam a Magyar Nemzeti Drónszövetségnél, ha jól tudom. Ez egy szövetség, ahogy a nevében is benne van. Ennek van egy éves tagdíja, ami tartalmaz, ez a tagdíj tartalmaz egy éves kötelező biztosítást is. Igyekszem nem összetörni, nem elhagyni, és hát akkor nézzük meg, hogy hogy repül ez a kis drónocska. Please don't.
Landol a kicsike. És centire pontosan ugyanarra a helyre leszállt, mint ahonnan felszállt. Ezt nevezem. A srácok, fiúk, lányok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai napon is. Remélem, hogy tetszett a mai vlog. Találkozunk holnap. Sziasztok! Nos, hát az imént beszéltem Gabival, és azt mondta, hogy a mai nap biztosan nem fogja tudni kinyitni a csomagot, úgyhogy egy picikét el kell halasztani sajnos a csomagkibontás, de nem fogja elfelejteni, mert megígértettem vele, hogy ki kell bontsa itt előttetek, úgyhogy valószínűleg, hogy holnap, de azt mondta legkésőbb, hogy pénteken. Hát nagyon remélem, hogy az majd holnapi nap kibontja, mert már én is kíváncsi vagyok, nem hogy ő, hogy mi lehet benne. Bocsi, de egyet-kettőt még aludni kell erre a csomagkibontásra.